És hát ez a 22-es év, ez a döbbenet. A Magyarországra érkezett termény mennyiségét mutatja vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke. Amíg 2021-ben 65, addig 2022-ben 188.759 tonna búzát importáltunk hazánkba Ukrajnából. Ez viszont nagyon nem jó hír a magyar gazdáknak. Az Európai Unió a háború miatt 2022 nyarán eltörölte az Ukrajnából érkező termékek vonatkozásában a vámot. Ez a helyzet olyan problémát okozott az Ukrajnával határos kelet-európai országoknak a piacain, hogy az olcsó dömping ukrán termék elárasztotta ezeket az országokat, és szinte eladhatatlanná tette azokban az országokban, Magyarországon is megtermelt termékeket. Bár a háború előtt az ukrán célpiac inkább Ázsia és Afrika voltak, a kikötők lezárása miatt most a szárazföldön halad a korábban tengeri export. A dél-ukrajnai kikötők zárlat alatt vannak, ezért az európai piacokat célozzák most az ukrán termékek, holott a háború előtt főleg ázsiai és afrikai területek voltak az ukrán termékeknek a célpiacai, viszont mivel a kikötőket nem tudják használni, ezért ez a export forgalom úgymond áttransformálódott a szárazföld felé, és ez érint bennünket is. Emellett a szomszédos országból bejövő termények rendkívül alacsony áron érkeznek. Lehet mondani, hogy az ukrán termékek esetében úgymond kármentés folyik, nagyon-nagyon alacsony áron jönnek ezek a termények, és azt gondolom kijelenthető, hogy az ukrán árak, azok teljes egészében elszakadtak a világpiaci áraktól. Rendkívül aggasztó a helyzet amiatt is, hogy a behozott ukrán gabona és a tavalyi évben hazai megtermelt, de el nem adott gabona szinte a teljes hazai raktárkapacitást leköti jelenleg, és félő, hogy a 2023-as új termést, hogyha ez a helyzet nem változik, akkor hova fogjuk majd betárolni. Ahogy haladunk az aratás felé, azt gondolom, hogy egyre feszültebb lesz a helyzet, mert elég sok ukrán tétel van termelői raktárakban, főleg Kelet-Magyarországon, akik az ilyen a szájos 2022-es év után, amikor bevételük szinte nem volt, örültek, hogy valamilyen kis eredményt tudnak, vagy bevételt tudnak realizálni a raktárak bérbeadása kapcsán. Mivel Európai Uniós tagok vagyunk, és európai alapjog az áruk szabad mozgása, a magyar agrárdiplomáciának sincsen egyszerű tevékenysége a lobby érdekek kapcsán, és ez azért is nehéz, mert nagyon kevés a szövetségesünk. Tehát a kelet-európai országokat érinti ez a gazdasági vagy piaci válság. Nyugat-Európát minél inkább távolodunk ugye az ukrán határtól, annál kevésbé érezhető ez a piaci zavar. Sajnos úgy tűnik, hogy az európai döntéshozóknak az inger küszöbét nem éri el ez a kelet-európai piaci zavar, ezért sajnos nem is tesznek semmit, tehát nem állítják vissza a vámokat, és nem is követelik meg azokat a növényegészségügyi, állategészségügyi követelményeket az ukrán termékekkel szemben, mint amit az Európában előállított termékekkel szemben megkövetelnek. A szakemberek abban bíznak, hogy 2023-ban sajnálatos módon, de a háború miatt csökken a vetésterület Ukrajnában. Mivel kevés az ember, kevés a gép, nagyon akadozik az input anyagellátás, úgy gondoljuk, hogy a termés eredmények is rendkívül nyomottak lesznek. Úgyhogy 2023-ban mi Ukrajna felől egy alacsonyabb importnyomást következtetünk. Az elnök elmondta, hogy márciusban rendkívüli ellenőrzéseket kezdeményezett az Agrárminisztérium. A NÉBIK és a kormányhivatalok a behozott gabona minőségi paramétereit megvizsgálva összesen 800 telephelyet ellenőriztek. Emellett a gazdák számára a rendkívüli helyzetre való tekintettel ismét elérhető lesz az Agrár Forgóeszköz hitel májustól.